Ha képregény kell, beszerezheted a Sokicsnál. Nézz körül a leírásban. A Star Wars kibővített univerzumának rajongói számára Timothy Zahn neve egyet jelentett egy félistennel, aki megalkotta az egyetlen olyan Star Wars gonosztevőt, akinek nem kellett ahhoz filmvásznon szerepelnie, hogy sokak kedvence legyen, hiszen Star Wars regények számoltak be történeteiről. A méltán kékfejű birodalmi főtiszt történetét a Disney által megalkotott új Star Wars kánonban eleinte nem létező dolognak tekintették, míg rá nem jöttek, hogyha a régi bővítésekből nem emelnek át valamit, hamar lehúzhatják a rolót az új sorozataikkal, könyveikkel, képregényeikkel. Így Traun nem csak animációs sorozat szereplő lett, de felkérték újra Timothy Zahnt, hogy írjon új regényeket, amik illeszkednek az új sorozatokhoz, történetekhez. A sikeren felbuzdulva készült 2018-ban, a 2017-ben megjelent Timothy Zahn Traun című regény-képregény adaptációja. Az adaptáció megírásában Jodie Hauser keze található, a rajzokat Luke Ross készítette. Időben a Galaktikus Birodalom első éveiben járunk. Történetünk szerint a külső peremvidéken az újonnan alakult birodalom arra lett figyelmes, hogy egy eddig elfeledetnek hit fajból való férfi, akinek kék volt a bőre, szeme vörösen izzott, egymaga képes volt a birodalmi rohamosztogosokat likvidálni. Egyik nap azonban látványosan feladta magát úgy, hogy birodalmi katonának átszázta magát. A birodalmiak közül egyedül Vantó kadét beszélte a szibiszti nyelvet, amin mint kiderült, az ellenálló idegen is tudott társalogni, de valamennyire megértette magát a galaxis közös nyelvén is. Ez a férfi volt Mitra Nurodo, vagy ahogy a közös nyelven beszélők szólították, Traun. A Cheese fajhoz tartozó idegen elárulta, hogy a Cheese birodalom száműzöttjeként engedte ezen a bolygón az életét, és szeretné felajánlani a szolgálatait a galaktikus birodalom számára. A birodalmiak is úgy látták, hogy Traun érdekes lény lehet az uralkodó számára, hisz a gondolkodása páratlannak bizonyult. Azért, hogy meg tudja magát értetni, Vantó kadétot nevezték ki mellé, hogy elsajátíthassa még jobban a közös nyelvet. A Coruscanton Palpatine császár palotájában ajánlotta fel a szolgálatait az uralkodónak, és cserébe csupán a Chiss faj védelmét kérte, amit kivételes tehetségével és az ismeretlen régióról szerzett tudásával szeretne megfizetni. Elárulta, hogy a klónháborúban ismerte meg Anakin Skywalkert, akinek az oldalán is harcolt és sokat emlegette mentoraként Palpatint. Az uralkodótól annyit kért, hogy Vantó mellé legyen beosztva, hogy a nyelvet jobban tanulhassa. Az akadémián Traunt rögtön hadnagyi rendfokozattal látták el, amivel rögtön kiváltotta a kiképzője ellenszenvét is. A Cheese bölcs volt, hisz eleinte nem viselte a jelzést azért, hogy először is az akadémián uralkodó fajgyűlöletnek engedve ugrassák őt, és egy illegális kártyaparti során mutatta meg azt először, hogy ne csak egy kiképzőt hozzon kellemetlen helyzetbe, de a vele kekeckedő kadétokat is helyre rázza. Mikor azonban a kártyások néhány társa rátámadt Traunra, a kiképzőnek azt javasolta, hogy a támadókat szeparálják el egymástól, és akik megtámadták őt, küldjék át pilótáknak, mivel jók a reflexeik. 3 hónappal később Traun és Vantó egy közös hajón, a gozanti osztályú Bloodcrow-n kezdtek el szolgálni hadnagyként és zászlósként. A Bloodcrow fedélzetén Traun felhívta magára a figyelmet azzal, hogy szeparatista keselyű droidokat babrált, amik ráadásul első szériásak voltak. A benne levő fém, a dónium óriási érték volt akkoriban, ezért a kutatását elnézték. 1 hónappal később egy elhagyatott szállítóhajóból, a Dromedárból kellett volna kinyerniük a Tiban Nagászt, azonban egy Szigni nevű férfit találtak a hajón, aki azt állította, hogy kalózok támadták meg őket, ezért nem tudtak a szállítmánnyal lejutni oda, ahova a birodalom elvárta azt. A Tiban Nagázok keresésekor azonban a Szigni nevű férfi fegyvert fogott rájuk és beengedte a kalózokat. Mint kiderült, ez egy átverés volt, hogy a birodalmiakat törbe csalhassák. Traunt és a többi birodalmit a hajó cellájába zárták, ám egy keselyű droid segítségével meglógtak, a Tiban Nagázzal a kalózok megléptek, de néhányukat elfogták. Traun így megtudta, hogy a kalózok vezetője hol tartózkodhat. Az eseményt követően Vantó zászlósnak titokban felajánlottak egy magasabb beosztást, csak azért, hogy Traun esélyeit ronthassák a rivális tisztek a birodalmon belül, azonban Vantó erről hallani sem akart. Tudta, hogy nem a saját képességei miatt érdemelte ki ezt.
Traun azután ismerte meg Alinda Price-t, hogy a szüleit a politika belekeverte a helyi nemesfénybányák feletti uralmi játszmába. Az egész spekulációért Gadi nagy Moff felelt, akihez, mint kiderült, beszervezték őt egy ügyvédi csoporthoz, amit a Moff felügyelt. Gadi arra akarta kényszeríteni, hogy kémkedjen az ügyvéd csoporttól, hogy mégis ki akarhat a nagy Moffnak ártani. Price azonnal megkereste Traunt, akinek a segítségét kérte az ügyben, és cserébe felajánlotta, hogy elintézi, hogy Traun és a segédtisztje karrierét a politika ne árnyékolja be többször. Price azonnal adott egy kémprogramot Tarkin nagy Moffnak, és leleplezte számára Gadi Moffot, így megkezdődött a belső tisztogatás Yularen ezredes segítségével. A Sifar bolygón Traun egy Night Sven nevű csempész után kezdett nyomozni, aki fű alatt értékes nehézfémet kezdett forgalmazni, a birodalom tudtán kívül. Hirtelen a dónium és más erős fémek értéke jelentősen megugrott, mióta a birodalomban mindenütt ezt gyűjtik be állami szinten. A Chiss hadnagynak kezdett szemet szúrni, hogy a galaktikus birodalomnak minek ennyi fém. Az egyik törzs területén lecsaptak egy csempészbandára, aminek tagjai egy földfelszínhez közeli, érzlelő helyen kezdtek bányászni titokban. Traun és Elivanto pillanatok alatt lefegyverezték őket, így Traunt előléptették Dondár tábornoknak, Vantót pedig hadnagynak, és innentől a Kiméra nevű csillagrombolón utaztak. Alig, hogy átvette az új helyét, a Samundra küldte a Kimérát rajtaütésnek egy másik ügyhöz, míg ő megfigyelte, hogy a batoni ostrom hogyan zajlik egy elhamarkodott tiszt irányítása alatt. Ekkor lett figyelmes Vantóval egy teherhajóra Traun, ami elszáguldott a birodalmi hajók mellett. Vantó azonnal egy birodalmi értékekkel kereskedő csempésznek kiadva magát bement a hajóra, és meglepetésére szembe találta magát Signivel, a korábbi Tibanna gázas lopás agytrösztjével. Ő volt Nice Sven, a csempész hálózat kiötlője. Vantó és Traun menekülőre fogták a dolgot és átvették Baton ostromát. Eközben Price kormányzó a szüleiért ment a bolygóra, ám közben Traun személyesen találkozott Nice Svennel a Batonon. A csempésznek elárulta, hogy a birodalomnál sokkal rosszabb dolgok is vannak a galaxisban, ami miatt aggódni lehetne. Ő valójában sose volt száműzöttje például a saját fajának, hanem elhitette a birodalmiakkal hónapokig, hogy ez így volt, és a birodalom egyik legbefolyásosabb tisztje lett. Felajánlott a Nice Svennek, hogy a birodalomban neki is jobb dolga lehetne, de a férfi erről hallani se akart. Traun elengedte Signit, majd visszatérve a flottája, az megsemmisítő csapást mért az ellenségre. Nice Sven pedig odaveszett a harcban. Price miután kimentette a szüleit, Traun munkáját megköszönve jelezte, hogy a Lotálon óriási segítség lehetne az ő munkája, mivel egy birodalom ellenes lázadás szerveződött ott. A Coruscanton Palpatine személyesen léptette elő Traun főadmirálissá. A Chiss közölte az uralkodóval, hogy rájött arra, hogy a halálcsillag épül és azért kell annyi fém. A császár biztosította az új főadmirálist, hogy a Chiss birodalom ellen nem fog támadást indítani. Vader nagyúr, csatlakozz hozzánk! Felteszem, még nem találkozott Darth Vaderrel, Traun főadmirális. Üdvözletem, Vader nagyúr. Sokat hallottam önről. Örülök, hogy találkozunk. Ahogy én is. Eközben Elivanto bejelentkezett a külső perem vidéken a Chiss birodalomnál. Traun küldte őt oda, hogy ő biztosan jobb szolgálatot tud tenni a Chiss faj szolgálatában.